Üdvözlöm Önöket oktatási műsorunkban. Ma ismét történelemmel fogunk foglalkozni, mégpedig ukrán történelemmel, egy olyan időszakkal, amikor még Ukrajnának a határai nem voltak rendezve. Ez a 19. század. 19. századi mozgalmakkal és szereplőkkel fogunk foglalkozni, amiben Orbán László történelemtanár lesz a segítségünkre. Légy szíves, mutasd be! Üdvözlöm a kedves nézőket! Valóban ma Ukrajnával és az ukrán földek 19. századi történelmével fogunk foglalkozni, amikor ugye az ukrán államiság még nem létezik, hanem gyakorlatilag Ukrajna két nagy birodalom megosztottságában él. Ezek egyik a Habsburg birodalom, a másik pedig az orosz birodalom. Mindkét birodalom imperialista volt, és gyakorlatilag az ukrán földek, mai ukrán földek teljes egészét beolvasztották. Három részre tagolva nézzük majd meg ezeket az eseményeket. Itt például első részként az ukrán földek megoszlása, a két birodalom között adatok, arányok, aztán az ukrán nemzeti újjászületést, ami szintén a korszakra tehető, és az egyik mérföldköve az ukrán történelemírásnak, történelmi eseményeknek, illetve bele kacsintunk a társadalmi, gazdasági fejlődés mienségébe és a korszakban. Először is nézzük meg azt, hogy az orosz birodalom az mekkora részét foglalta el a mai ukrán földnek. Azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag az ukrán földek 80%-a az orosz birodalomhoz tartozott. Az orosz birodalom kezdetben kormányzóságokra, majd főkormányzóságokra és kormányzóságokra volt felosztva. Ezek voltak a területi adminisztratív egységei, azonban semmiféle autonómiával nem rendelkeztek, tehát egy központosított állam volt Oroszország, így az ukrán kormányzóságok is, amelyeket itt bemutatunk, sajnos semmiféle autonómiával nem rendelkeztek Oroszországon belül. Érdemes azonban megjegyeznünk, hogy melyik kormányzóság még történelmi régióhoz tartozott, illetve egy másik ábrázolást nézünk, akkor melyik kormányzóság, melyik főkormányzósághoz tartozott, hiszen ezekkel a kérdésekkel érettségi vizsgán többször találkozhatunk. Egy térképi ábrázolás, ami arról szól, hogy az ukrán nemzetiség által lakott terület az milyen lefedettségű volt, illetve láthatjuk a főkormányzóságok és kormányzóságok területi elhelyezkedését is a történelmi földrajzi területekkel egyetemben. Aztán, ha megnézzük a korszak orosz cárjait, akkor két jelentős nevet kell kiemelnünk. Az első Miklós 1825-től 1855-ig, majd pedig második Sándor 1855-től 81-ig, akik meghatározták az ukrán földek életét is uralkodási tetteikkel, mint olyannal. Aztán térjünk át egy kicsit az ukrán földek másik részére, ami az osztrák birodalomnál volt, vagy később osztrák-magyar monarchiánál volt. Itt két jelentős személyt kell kiemelnünk, akik uralkodók voltak, tehát császár, majd császár és király volt Ferdinánd is, illetve Ferenc József is, aki 1848-tól 1916-ig egy maratoni hosszúságú uralkodási időt produkál. Habsburg birodalom, később Ausztria-Magyarország úgynevezett koronatartományokból tevődött össze. Ezek a koronatartományok kissé másak voltak, mint az oroszországi kormányzóságok, hiszen a koronatartománynak volt bizonyos fokú autonómiája, és volt korlátozott hatáskörrel rendelkező parlamentje is. Tehát a két nagy koronatartomány, amelyik az ukránok lakta területeket elfoglalta, az Galícia volt és Bukovina. Galíciának a keleti felén, Bukovinának az északi felén éltek nagyszámban ukránok. A Kárpátalja kérdése egy másik történet, hiszen a Kárpátalja, mint megnevezés, a korszakban nem létezik, helyette vármegyék vannak, amelyek Magyarország részei. Magyarország viszont egységesek, központosítottabb volt, mint az ausztriai részek, tehát azt lehet mondani, hogy
ezek a vármegyei közigazgatás részei voltak, autonómiát nem élveztek, tehát Kárpátalja ilyen szempontból, ahol jelentős ukrán lakosság él, az Ausztria-Magyarországon belüli felosztásban más helyzetben volt, mint Galícia vagy Bukovina. Szintén egy térképi ábrázolás, tehát a galíciai kormányzóság, koronatartomány az 6-os számmal jelölve, a bukovinai pedig 2-essel. Lemberg, mint fontos ukrán központ volt a galíciai koronatartománynak a központja. Aztán, ha tovább nézzük a történelmi eseményeket, akkor bizony bele kell néznünk a nemzetközi viszonyokba is. Oroszország terjeszkedő politikája miatt, amit a térkép ábrázol, nagyon sok háborút vív, amiben az ukránokra, az ukrán földek lakosságára előteljesen támaszkodik, különösen az orosz-török háborúkban, hiszen az ukrán földek álltak az Oszmán Birodalom és Oroszország között, mint ütköző zóna, és sok ukránok lakta föld, így például az izmaili, akkermani vagy hotini területek, azok az orosz-török háborúk során kerülnek egy közigazgatási egységbe, ugye a többi ukrán földdel. Aztán nagyon fontos Oroszország Napóleon elleni háborúja, amiben nagyon sok ukrán vesz részt, és Napóleon ugye ígérgető politikát folytat, tehát azokat az országot és azokat a népeket, amelyeket ő elfoglal, ott igyekszik bizonyos jogokat biztosítani azoknak, akik az ő hadjáratait támogatták. Így az ukrán politikai vezetésnek függetlenséget és bizonyos fokú szabadságot ígér, amennyiben őt támogatják Oroszországgal szemben. Tehát azt lehet mondani, hogy vannak olyanok, akik ennek hisznek és őt támogatják, de a többség az megmarad Oroszország melletti politikánál. Szintén nagyon sok ukrán katona vesz részt a Borodinó melletti ütközetben, ahol gyakorlatilag ugye Napóleon és az orosz hadsereg a legnagyobb ütközetét vívja, majd pedig ugye a visszavonulásban az ukrán katonák is részt vesznek Napóleon üldözésében. Nyeper menti Ukrajnában járunk, ahol társadalmi politikai fejlődés kibontakozik gyakorlatilag. Ez kezdetben a korszakban nagyon népszerű úgynevezett szabad kőműves páholyokban nyilvánul meg. Pezseg a szabad kőműveseknek az élete Ukrajna területein. Ilyen szabad kőműves páholyok jönnek létre Odesszában, például a Három Császárság, de Kamjanec-Podilszkban, Kijevben, vagy akár az Igazság Szeretett Páholy, ugye Poltavában. Ezek komoly fejtörést okoztak az orosz cárizmusnak, nem véletlen, hogy Sándor cár többször is betiltja ezeket a páholyokat, mert hogy fél attól, hogy az orosz birodalom területi egységét, különösen akkor, ha ugye ez ukrán táplálású, akkor felbontja. Nagyon aktívak a jobbparti Ukrajnában élő lengyelek is, akik sokszor számítanak a jobbparti Ukrajnában élő ukrán népesség támogatására, azonban ez elmarad. Több lengyel felkeléssel találkozhatunk, például 1830-31-ben, de később a 60-as években is, amelyet az orosz cári hatalom lever, és sajnos azt kell mondani, hogy annak ellenére, hogy kevés ukrán áll ezek mellé, a lengyel felkelések mellé, mégis az ukrán értelmiség és vezető réteg is megsínli ennek a leverését. Aztán nagyon fontos az 1850-es évek közepén az úgynevezett krími vagy keleti háború. Ez tulajdonképpen Oroszország és Törökország között pattan ki egy Jeruzsálemben lévő úgynevezett Szent Sír templom kulcsának birtoklása körül, amit ugye a pravoszlávok szeretnének megszerezni, de a török szultán a más keresztény felekezeteknek ad, és ebből kiindul egy
egy háború, tehát ez a casus belli, de a háttérben nyilvánvalóan Moldva és Havasalföld, tehát mint román fejedelemségek feletti birtoklás áll. Minden esetre nagyon hamar kiderül az, hogy Oroszország egyedül marad ebben a háborúban, mert vele szemben felsorakozik az úgynevezett Konstantinápolyi Szövetség, ami Angliát, Franciaországot, Törökországot, Piemontot és Ausztriát is magában foglalja. Miért volt ez ennyire éles, ez a szembenállás Oroszországgal? Megpróbálják megakadályozni az orosz előrenyomulást. Ugye Oroszország Európa csendőreként 1848-ban túl nagy hatalmat kapott. Valószínűleg a krími háború ennek ellensúlyozása. A krími háborúban az ukrán lakosság kiveszi a részét, különösen azért, mert a mai Ukrajna területén, a Krím-félszigeten, a Fekete-tenger északi partvidékén folynak a döntő ütközetek, így Odesszánál és Szevasztopolnál is komoly ostromok vannak, és az ukrán kozákok itt több dicsőséget szereznek, például ezt az ágyút is ők zsákmányolják, ami ma is Odessa egyik sétányán van kiállítva, ugye egy angol gőzöstől. A háborúban kiderül az, hogy Oroszország gyakorlatilag el van maradva a nyugattól, úgy katonailag, mint gazdaságilag, vagy akár társadalmilag, tehát elég, ha a gőzösök és a szélhajtotta vitorláshajók szembenállására gondolunk. Aztán 1856-ra el is veszíti ezt a háborút, aminek komoly következményei vannak Oroszországra nézve, de Európában is átalakulásokat eredményez. Ennek köszönhető például nem sokára Moldva és Havasalföld Egyesüléséből Románia létrejötte, de ezért adják el a meggyengült gazdaság miatt például Alaszkát is az oroszok, tehát egy pénzszerzési lehetőséget látnak ebben, egy ideiglenes kiutat. Az elmaradottságot valahogy bizony orvosolni kell, ezért reform folyamatok indulnak el a birodalomban. Sándor cár továbbra is kitart ezek mellett, vagy gyakorlatilag ő az egyik megfogalmazója. A legelső és legfontosabb az a jobbágy felszabadításnak a kérdése. Gyakorlatilag Nyugat-Európában és Közép-Európában is ez már rég végbe ment. 1861-et írunk, amikor bár ugye egy felemás felszabadítást véghez vive, a jobbágyok azok mégis szabad társadalmi réteggé válnak, tehát szabad parasztok lesznek, és 1866 pedig az állami jobbágyoknak a felszabadítása, tehát különbségtétel volt Oroszországban a földesúr és állami jobbágyok között. Ez az ukrán földek gazdasági életét is be fogja indítani, mint olyat. Átalakul a földtulajdonlás, tehát a földek jó része már a parasztbirtokok vagy a parasztbirtokosok kezében lesz, közel fele, de még mindig sok van a földesuraknál, és az egyházi állami birtok is jelentős. Aztán következő fontos reform az a közigazgatása reformja, amit zemstvo reformnak is szoktak nevezni, mert hogy 1864-ben létrejönnek az úgynevezett zemstvók. Ez a zemstvo egy közigazgatási forma volt, gyakorlatilag települések igazgatására használták, tehát egy önálló, döntéshozatallal rendelkező, választható bizottság volt, akik akár járási testületet is, vagy várost is vezethettek. Hatáskörük igen széles volt, a legfontosabb talán, amit ki lehetne emelni, az a helyi adóknak a helyben maradása, amivel ugye lehetett variálni és a helyi költségvetést építeni. Nagyon fontos reform a bírósági reform, eddig a jobbágy felett a földesúr ítélkezett, ez egy rendkívül elmaradott rendszer volt. Ehelyett létrejön a bíróságoknak a hálózata esküdtszékekkel és körzeti bíróságokkal Ukrajna területén, Kijevben, Odesszában és Harkivban hoznak létre ilyen ítélőtáblákat. A kisebb helyi ügyekben viszont még
mindig a békebíró döntött, azért még mindig, mert ez nagyon sokszor egybeesett a volt jobbágytartó földesúrral. Aztán szintén 1864-hez kapcsolódik az elemi iskoláknak a létrehozása, illetve ezeknek a hálózatának a létrehozása, társadalmi szervezetek, az egyház és magánszemély is alakíthatott ezután iskolát, ami az ukrán lakosság vagy nemzet számára nagyon fontos volt, hiszen elindul egy iskola alapítási hullám, viszont az ukrán nyelven való oktatás az Orosz Birodalomban még mindig korlátozott, sőt egyre inkább korlátozott lesz. Az egyetemek önkormányzatisága szintén újraindul, ugye Ukrajnában az első egyetem az Harkivhoz köthető 1804-ből, vagy nagyon fontos 1834-ből a Kijevi Egyetem létrejötte, vagy a nyugat-ukrán földeken a már rég működő 1661-es alapítású Lembergi Egyetem is mérvadó. A hadsereget is megreformálják, ami kötelező bevonulást, tehát sorkötelezettséget hozott magával. Ukrajnában, az ukrán földeken három katonai körzetet alakítanak, ezt is Kijevhez, Odesszához és Harkivhoz csatolják. Megpróbálják rendbe rakni a pénzrendszert a következő tehát lépésben. Ennek folyamata az állami bank, a parasztbank, hitelbank létrejötte, amelyek ugye leginkább a jobbágy felszabadítást próbálták meg finanszírozni, mint olyat. Aztán a világtörténelmi események mellett vannak helyi, lokális megmozdulások, ezek főleg paraszt felkelések, tehát a parasztság rétege, ugye kezdetben jobbágyság, majd szabad parasztság rétege, elnyomottnak érzi magát, ezért több ilyen megmozdulás van. Például Ustim Karmeljuk vezette megmozdulások, amelyek az 1810-es évektől egészen az 1830-as évek közepéig tartanak. Karmeljukot az ukrán Robin Hoodnak is szokás nevezni, tehát egy igazságosabb társadalmi beosztottságért küzdött a életében. Ugye leverik ezt a megmozdulást. Ugyancsak hasonló események zajlanak a nyugati részén az ukrán földeknek. Az opriskok mozgalmáját szintén többször megpróbál megsemmisíteni a császári haderő. Ugye ezek főként Galíciában és Bukovinában jellemzőek, és 1810-től 25-ig tartanak. Miron Stoljuk vezeti őket, és jellemzően, tehát az alsóbb társadalmi rétegek megmozdulása vagy tiltakozása a különböző zsarnokságok ellen. Meg kell említeni ugyanitt az 1831-es kárpátaljai kolera lázadásokat, amelyek szintén társadalmi szembenállás miatt törnek ki. Aztán elérünk 1848-hoz, ami tulajdonképpen egy, amellett, hogy az európai népek tavasza az ukrán nemzeti mozgalomnak is egy nagyon fontos löketet ad, mert hogy Lembergben megalakul az úgynevezett Ruszin főtanács 1848. május 2-án, ami egy ellenpólusa volt a lengyelek által, tehát lengyelek Lembergben nagyon hangsúlyosan jelen vannak a 19. században, tehát egy ellenpólusa volt a lengyelek által megalapított központi néptanácsnak. A Ruszin főtanácsot, ami az ukrán szervezet, egy Hrihori Jakimovics nevezetű görögkatolikus püspök irányítja, és olyan fontos céljaik vannak, mint a jobbágy felszabadítás, Galícia kettéosztása, tehát két koronatartományra, ahol végre a keleti felében az ukránok többségben lehetnek, aztán hát ugye egy igazságosabb államberendezkedést szerettek volna. A jobbágy felszabadítása részben a Ruszin főtanács tevékenységének köszönhetően megvalósul, bár ugye Kárpátalján, Kelet-Galíciában és Észak-Bukovinában különböző időpontokban, de mindhárom helyen még 1848-ban. Beszéltünk már az ukrán nemzeti újjászületésről, vagy annak kezdeteiről. Tudni kell azt, hogy a 19. század ennek a szintere. Három részre szokták osztani az ukrán nemzeti újjászületést, néprajzira, kulturális irodalmira és politikaira. Ezeknek viszonylagosan
jól elhatárolt tehát szakaszai vannak, különösen ugye a politikai szakasznak, ami gyakorlatilag már a pártok megjelenése, a politikai pártok megjelenése, és az ukrán függetlenségre való törekvésnek az időszaka. Aztán szintén a 19. század az, amikor az ukrán nép nemzetté érik, és a nemzet tipikus tulajdonságaival, a modern nemzet jellemzőivel már fel van vértezve, tehát ez egy nagyon, nagyon érdekes korszak. Megjelenik az ukrán nemzetépítő nacionalizmus is, ami azt lehet mondani, hogy sikeres, mert egy kiforrott, modern ukrán nemzettel találkozunk a 20. század kezdetére. Ennek részleteit, ha megnézzük, akkor talán ketté bonthatjuk ismét az ukrán földeket, hiszen a keleti részen az orosz birodalom fennhatósága alatt találhatjuk a hromáda mozgalmakat. A hromáda az egy kulturális felvilágosító szervezet volt, igyekszik emelni a nép, a nemzet kulturális szintjét, lapokat adnak ki, vasárnapi iskolákat szerveznek, az írás tudatlansággal szemben fellépnek. Sajnos hamar a cári érdekek, a cári hatalom érdekeivel ütköznek, és betiltják ezt a tevékenységet. Sőt, ugye azt lehet mondani, hogy nem sokkal később, tehát a valujevi körlevél és az MC rendelet ugye 1863-ban és 74-ben teljesen minimalizálja ezeket az ukrán nemzetépítő törekvéseket az orosz birodalomban. Aztán áttérve egy kicsit az osztrák birodalomra, vagy akkor már osztrák-magyar monarchiára, itt sokkal szabadabb a légkör, sorra alakulnak az ukrán politikai szervezetek, vagy ha úgy tetszik, akkor politikai pártok. Ezek közül a legelsőt érdemes talán jobban kiemelni, 1885-ben Lembergben vagy Lviv városában megalakul az úgynevezett néptanács, ami Julián Romancsuk és Kost Levicki vezet. Ez gyakorlatilag az első modern politikai pártja az ukrán, nyugat-ukrán földeknek. Kelet-Ukrajnában, az orosz birodalomban egy jó 20 évvel később kezdődik ez csak meg. Szeretném megköszönni a kedves nézők figyelmét, az, hogy nyomon követték a 19. század ugyancsak kiemelt eseményeit, de mindenképpen érdemes volt megnéznünk azt, hogy hogyan jut el az ukrán nép a nemzetig, és milyen politikai események, katonai események, társadalmi és gazdasági események mennek végbe ebben az időszakban. Köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra!